Hírodónkat látják, köszöntöm Önöket! Február 22-e a bűncselekmények áldozatainak emléknapja az Európa Tanács 1990-es döntése alapján. Hazánkban 1993 óta emlékeznek e napon az áldozatokra. A pápai rendőrkapitányság évek óta szervez előadásokat a világnaphoz kapcsolódva, hogy felhívja a figyelmet a megelőzés lehetőségeire, fontosságára és az áldozatvédelmi intézkedésekre. Tegnap egy ilyen fórumot tartottak a kapitányság épületében. Nem csak a bűncselekmények áldozatainak napján, hanem egész héten e témában tartott előadásokat fiataloknak és szépkorúaknak Császárné Elek Veronika alezredes, a pápai rendőrkapitányság kiemelt megelőzési főelőadója. Tegnap az időskortárs segítőket hívták fórumra. Az idős kortárs segítők körébe olyan embereket, olyan személyeket várunk, akik nagyon aktív nyugdíjasok. Tehát maguk is az idős korosztályhoz tartoznak, de eljárnak nyugdíjas klubba, beszélgetnek a társaikkal, tehát nem a tipikus otthon ülő idősek, hanem akik közösségbe mennek, és a hasonló korú társaiknak el tudják mondani azokat a prevenciós tanácsokat, amit a rendőrség munkatársaitól hallanak. A kapitányságon tartott rendezvényen Gál Csaba rendőr őrnagy beszélt rendőrségi tapasztalatokról, olyan bűnelkövetési módokról, melyek az időskorúakat veszélyeztetik leginkább. Ezek a csalás, a kifosztás, ami ezt a korosztályt jellemzi, de még egyszer mondom, ez az jellemző az, hogy itt a járásban például kettő ilyen bűncselekmény történt egész évben, tehát a jellemzőt nem mondanám, de ha ami kifejezetten ezt a korosztályt érinteti, talán ezek a bűncselekmények, tehát azt próbálják meg az elkövetők kihasználni, hogy ugye koruknál fogva egy picit óvatlanabbak, átlagnál jobban megbíznak az idegenekbe, illetőleg az életkorukból talán fizikailag és mentálisan is kisebb védekezésre számít az elkövetők, és ezzel bizony van, aki visszapróbál élni. Az őrnagy arról is szólt, a statisztikák szerint a 85 év körüliek a legveszélyeztetettebbek. Az előadáson az egyes bűncselekménytípusok megelőzésére számos jó tanácsot adtak a rendőrök. Megyeri Istvánné a pápai időskortárs segítőcsoport megalakulása óta tevékenykedik e témában. 30 fős nyugdíjas klubjának tagjaival és más ismerőseivel is megosztja a rendőröktől kapott hasznos tanácsokat. Úgy véli, ezzel sokat segíthet társainak. Azért volt nagyon jó, mert ugye mindig változik, annyira változékony az, hogy milyen problémák adódnak, hogy most teljesen új dolgokat is hallottunk, amivel eddig még nem foglalkoztunk, és én meg tovább fogom tudni adni a klubomba a tagságnak. A fórumon a tagok személyes tapasztalataikat is elmesélték, ezekre megelőzési módokat is kerestek. A rendezvényen arról is szó esett, hogy mikor kell a rendőrséghez fordulni, és milyen anyagi segítséget kaphatnak a bűncselekmények áldozatai. Az önkéntesség különböző formái, a közösségi szolgálat áll annak az Erasmus projektnek a középpontjában, melynek a Tür gimnázium is részese. Öt ország fiataljai dolgoznak ebben együtt, most Pápán hisz városunk a tavaszi projekt találkozó helyszíne. A csoportok jártak többek között a Vajda Márta iskolában is. A román, lengyel, cseh és német diákok mellett Magyarországot a türösök képviselik ebben a projektben. Hétfőn kezdődött a közös munka, az eltelt napokban jártak a tűzoltóságon, Kutyamenhelyen, de Budapesten is, a csütörtöki nap délelőttjét pedig a Vajda Márta iskolában töltötték. Különleges élmény a mai nap mindenki számára, amikor a Vajda Márta általános iskolában enyhén és közepesen sérült gyerekekkel találkozhatnak a külföldiek és a magyarok is, együtt sportolhatnak, és most például egy nagyon érdekes koncert után vagyunk, amit a gyerekek adtak elő hangszereken, énekkel, és a külföldi tanulók is nagyon élvezték, és át tudják érezni ezt a lehetőséget. A diákok részt vehettek egy speciális sportfoglalkozáson. Volt csörgőlabdás játék és röplabda is, ahol együtt játszottak a vendégek és a Vajda Márta iskola sportolói. De aki akarta, kipróbálhatta a kerekesszéket is, megtapasztalhatta, hogy milyen akadályt jelent akár egy küszöb is. A könyvtárban pedig közös zenélés volt. Nagyon tetszett minden program, nekünk felnőtteknek és a diákoknak is. Tartalmas napokat töltöttünk Magyarországon, barátok közt vagyunk. Élveztük a városnézést, a sétákat, de a kutyás bemutató és a menhe is érdekes program volt. A hetet a Barátságklub farsangján zárták az Erasmusos diákok.
Kerülő utakon a Tudattalamba címmel tartott előadás dr. Bujáki Éva ügyvéd festőművész. A program az Edvi Malomfogadó Értékeink élőben programsorozatának része volt. Az ügyvédnő február közepén a demenciáról és a depresszióról, most pedig a művészetek és a pszichológia összefüggéseiről beszélt hallgatóságának. A tudattal arra nagy hatással van a művészet. A fantáziától a valóságig érkeznek általa üzenetek, kezdte előadását dr. Bujáki Éva. Arról, hogy a művészet hogyan hat a pszichére, ritkán hallani. Ebben a témában merülhetett el a közönség, tegnap az Edvi Malomfogadóban. A pszichológia az mindig is érdekelt, ugye nekem ügyvéd a becsületes szakmám, tehát azért ezzel kellett foglalkoznom sokat, és mindig is egy ilyen álom volt, hogy valahol tanuljak pszichológiát, valami normális helyen, tehát egy rendes, neves egyetemen, és hát tudjuk, hogy ez ide bekerülni, főleg az én koromban már nem nagyon egyszerű. És gyakorlatilag a művészeti múltnak köszönhető, hogy felvettek Pécsen a művészetterápia képzésre, és ott vagyok most első éves. Bujáki Éva a művészet által került kapcsolatba a pszichológiával. 40 évesen iratkozott be egy jobb agyféltekés tanfolyamra. Ott bontakozott ki annak a lehetősége, hogy a képzőművészettel foglalkozzon, és azzal kapcsolatban tanuljon. Győrben a Bőti Művészeti Társaságban tanultam tovább, ott ilyen frezettó készítést tanultam, ami egy ilyen kerámiához hasonlatos képalkotási módszer, és aztán ez egy szabadalmaztató technika volt, tehát akkor így pont így a figyelem központjába került, és akkor én is, mint ilyen alkotó. Az alkotások hatására lép életbe a tudattalan, hiszen ez nem a verbalitáson, hanem a vizualitáson keresztül működik. Ugye ezekbe a képekbe olvasni kell tudni, ahhoz pedig, hogy olvasni tudjon az ember, ahhoz pedig a művészetben lehet az ember jártas, tehát gyakorolni kell. Azért jó a művészet, mert ezeket megnyitja, ezeket a ugyanazokkal az eszközökkel dolgozik, mint amikkel a pszichológia is tulajdonképpen. Az előadó kiemelte, nem az a fontos, hogy szép legyen az alkotás, hanem hogy üzenetet hordozzon. A képzőművészet tudattalanra történő hatása az agyat endorfinnal látja el, vagyis csupán az alkotások látványa örömforrás lehet számunkra. Újabb neves alkotó kiállítása nyílik meg az Eszterházi kastélyban. Henri Matisse könyv illusztrációi és papír kivágásai ismét nagy érdeklődésre tarthatnak számot. A 20. századi festészet egyik legjelentősebb alakja életművét lassan, de folyamatosan és harmonikusan hozta létre. Ennek két nagy időszakából válogatta a pápai kiállítás. A tárlat március 9-től lesz látogatható. Újra Thomas Emmerling nürnbergi műgyűjtő anyagából látható válogatás az Eszterházi kastélyban. Dali és Picasso után ezúttal a híres francia festőművész Henri Matisse alkotásai díszítik majd a falakat, mondta el Boros Katalin, a Pápai Platán Nonprofit Kft. Ügyvezetője. A kiállítást március 9-én fogjuk megnyitni a délutáni órákban. Erre a kiállítás megnyitóra is vannak már ötleteink. Szeretnénk abban is azt a sorozatot folytatni, hogy nem szokványos a kiállítás megnyitó, és előzetesen október 31-ig szól a kölcsönzési szerződés. A kiállítás látogatottságától függően ez a határidő december 30-áig meghosszabbítható. A tárlatot és környezetét úgy építik fel, hogy Matisse-ról minél többet megtudjanak a látogatók. A képek mellett a művész életének fontosabb mozzanataival, művészetével is megismerkedhetnek a tárlatra ellátogatók. És azt látjuk, hogy a látogatóknak tetszik ez a fajta bemutatásmód, és tetszik az, hogy egy kis játékot, egy kis színt, egy kis élményt viszünk bele, és ezzel pedig illeszkedünk ahhoz, amit a kastély esetében is mindig megfogalmazunk, hogy innen élményekben gazdagon kell távozni a vendégnek, azzal a késztetéssel, hogy ide még vissza akarjon majd jönni. A tárlat címe Színek és formák. Ezek jellemezték legjobban a francia művész munkásságát. A könyvillusztrációk mellett a színekben gazdag jazz sorozat is bemutatásra kerül. Szürke hétköznapokról beszélünk, és nagyon sok szürkeség és színtelenség vesz bennünket körül, és szerintem ebben a szezonban Matisse segíteni fog nekünk újra felfedezni a színeket, és újra bátorságot meríteni, használni ezeket a nagyon élénk, nagyon vidám, nagyon életigenlő színeket. Matisse jól illik a kiállítások sorába, mondta Thomas Emmerling, a képek tulajdonosa. A tárlat több mint 100 litográfiát tartalmaz.
Blumen der Liebe, das ist ein Buch, das... A középső teremben a Szerelem virágai című anyagot láthatjuk, ami visszautal a francia lovakkori irodalomra, és azt a szituációt mutatja be, hogy egy lovag életében a szerelem mekkora szerepet töltött be. A szomszéd teremben pedig nem a zene, hanem a képek segítségével mutatják be a jazz ritmusát. A kis teremben fekete-fehér és színes grafikák kapnak helyet. A Matisse tárlat március 9-én nyitja meg kapuit a nagy közönség előtt. Hideg éjszakák és napsütéses nappalok várnak ránk a következő napokban. A részletekkel néhány másodperc múlva jövünk vissza. Szombaton sok napsütésre, kevés felhőre, csapadékmentes, de még szeles időre számíthatunk. Éjjel jelentősen visszaesik a hőmérséklet, a minimumok -4, -10 fok között alakulnak, és napközben is csupán fagypont körüli maximumokat mérhetünk. Vasárnap is túlnyomóan napos idő ígérkezik, csupán az északnyugat felől megnövekvő fátyol felhőzet szűrheti meg a napsütést. Csapadék nem valószínű, és a szél mindenhol mérséklődik. A fagyos reggel után 0+5 fokot mérhetünk majd napközben. Kedves nézőink, ez volt a Híradó pénteken itt a Pápavárosi Televízióban. Én köszönöm figyelmüket. Friss hírekkel hétfő jelentkezünk legközelebb. Viszontlátásra!